Nie ma. Na, itt vagyunk a kavics bánya elágnál. Csemedi Simon alól fogunk menni. Ez pedig itt a Gödöllői. Ez a két vágány, amely Cinkota felől jön, és arra fele van Gödöllő. És hát itt vagyunk, és Csipet csapat vagyunk egy páran. Itt van Zoli, Marci, Andris, ott telefonál Karcsi, meg még Ábrahám is itt van. Igen. Igen. Ja. Most idáig kijöttünk az Osankkal 92-es, pontosabban a köztemetőn, és akkor onnan itt eljöttünk. Csó, Karcsi! Fölfedeztem a pincsi vaníliásot, amit én már tegnap fölfedeztem. A műsorszám termény megjelenítést tartalmaz. Jó, igen, igen. Hát én meg ja, igen, kakaós, a kakaós siga. Még a három liter tejet még nem szedtem elő, na se baj. Táskámban van egy másfél liter szikszó, ez itt a reklámhelye. Okay. Ez itt a reklámhelye. Na most elmondjuk, hogy kiket támogatunk mi. Minket senki nem támogat, de mi támogatunk egy két céget. Ja. Igen. Igen. A szikszó. Meg a meg az Osan, ja, igen. A madaras teszkód is meg. A madaras teszkód is mi támogattuk. Live-ra. Ez nem a reklámhelye volt, igaz Zoli? Igen, igen, igen. Hát és Zoli élete, Martin élete, tehát... Ez az, de így... De mintha összebeszéltek, hogy volna egyszerre hárman live-oztok, és akkor most melyik őtöket nézzem. Tök random jött össze, tehát itt kéne live-ozni. Hát jó. Tehát az első live-on azzal az interneten... Aztán Ábrahám hova megy? Ahhoz képest egész jó volt. Milyen sebességgel mélyek már? Mi az? Nézd csak azt! Forgalmi utasítás! Ja, szóval ezek vannak ilyen kis kígyók a sinek között. A szakasz, amit az M0-ás átadása után, vagy hát akkor, amikor az M0-ás épült, akkor ezt itt megcsinálták itt egy gyúnyomvonalon. Meg épült egy híd az autópálya fölött, és ez a legújabb szakasza. És igen, szóval, hogyha valaki tudja, hogy mik azok a kígyók a sinek között, akkor majd írja le. És menjünk tovább. Na mindjárt átmegyünk az autópálya fölött. És egyébként itt van egy út. Sőt, van mellette egy gyalogút is. Labirint, korlát, van itt egy. Hát itt a... Teljesen jó. A pilácsokat azokat ellopták, de a hűtejük még megvan. Át lehet, igen, ott van egy járda. Hát azért mellette az úton mégis kényelmesebb, hogy nem a talpfákon kell mászkálni. Egyébként ott a szelvény száma 163-as, mert eredetileg innen van szelvényezve a vonal. Igen, mert az őstől szelvényezték Gödöllőig, és ez volt az eredeti nyomvonal, amikor megépült. Az Ilona-telepi átvágás az jóval később épült. Azt a kétvágányú szakaszt, azt több mint 10 évvel a vonal átadása után csinálták, hogy ezt a csömedik anyalt levágják. És egy teljesen új szelvényszámozás kapott. És mindjárt itt vagyunk az autópályán, fölött. Ott az autópálya. Ott meg egy pilásnak a hűt helye, amit már elloptak. Ez pedig itt az M0-ás, az a M0-ás autópálya. Figyeljetek, hogy ott van 100 km-t ahol át. És a másik oldalt is van járda. Csak 80-mal lehet jönni. Ez már lehet. Az úton nem így van, hanem kanyar. Ez nem vasút, ez közút, itt kanyar van. Jogos. Látszik, hogy Pedig a fénysorompó az piros, csak a vasúti jelző vörös. Na, mindjárt átérünk. Need for Speed. Ja, hát gyakorlatilag igen. Jöhetne egy kamion is. Az előbb pont. Full gomb vagy a kamion. Ja, ott is volt egy oszlop. Hát ezt megadottam most. Akkor a közben átértünk. Na, akkor csak érdekességképpen mutatom, hogy itt az M0-ás az ilyen betonelemekből épült, ott látszanak az illesztések. Ez igazából, hogyha autózik rajta az ember, akkor feltűnő, hogy mintha vonaton lenne, hogy folyamatosan az a katonának kattog.
Hát ezt nem is látszik, viszont nem kátyúsodik, ez az az előnye megvan, hogy nem kátyúsodik. Vagy nem olyan mértében, mert ezek egy masszív egyenbeton elemek. Hát akkor haladjunk tovább, mert azért nem állhatunk itt egész nap, menjünk tovább. És látszik, hogy ez már a nem felújított vágány, itt már betonaljak helyett talfák, sokkal rozsdásabb színek, itt az elkorzott talfák itt vannak. Ugye keresek egy talpaszeget, és azt is megnézem, hogy mikor. Na, itt viszont már megint betonaljas. És még több kígyó a sinek között. És egyébként arra van csömöl. Haladunk csömölt fele. Na, közben megérkeztünk ide csömölre. Ez már itt a falu széle. Hát itt van egy komplet csédi telep, az látszik. Szép kis. És itt vannak a falok, és egyébként itt van egy ilyen alagút, vagy csoda, de emlékszem, amikor legutóbb erre jártam, az akkor is itt volt. És akkor itt van. Viszont hogy eltakarították az oszlopokat is, hogy itt egyébként ez a vonal villamosítva volt még 20 évvel ezelőtt, és még megvolt a felső vezeték. Ez villamosítva volt bizony, csak a leszették. Valószínűleg az történt, hogy elkezdték lopkodni a vezetéket, mikor már nem volt, és aztán utána, ami maradt, azt inkább leszették, de az oszlopokat is kiszedték, pedig azt nem szokták általában. Mindjárt. Haladunk tovább csövöl fele, és egyébként ez már a falu másik széle, tehát itt még el tudnék itt egy megállóhelyet képzelni valahol. Úgyhogy ha eddig eljön a vonat, akkor még itt megállva még több utasa is lehetne. Például most éppen itt, ahol vagyunk, ezen a üres placon, itt például primán elférne egy megálló. És egyébként innen még aztán van két híd, ott tovább, és utána egy balos hív után már az állomás. Nincs, hogy haladunk. Haladunk tovább egyenesen. Itt meg jól megszólták ágyazattal. Itt is egy kicsi. Jaj, az illesztésnél van valószínűleg ez a kígyó, az csak azért van, hogy a folytonosság miatt. Mert ott van egy. És hát igen, ez még nem hézagmentes pálya. Ott egy kicsivel távol vesz egy gyalogos híd. És ezt felvesszük, hogy itt van egy gyalogos híd. Még azt nem tudom, hogy honnan jöttünk. És azok a kampók ott érdekesek a hídnál, mert szerintem ez a felső vezetéket tartotta. Igen, nézzük meg közelebbről, mert szerintem ez az. Az a két kampó, az ott nekem nagyon gyanús, hogy az arra volt fölfogatva a felső vezeték. Az valószínű, nagyon. Főleg, hogy ott van az a porcelánsziget elő is, ami innen jól látszik. Tuti, jobban megnézve ott a két porcelán szigetelő. Ez biztos, hogy az volt. Ez egyébként egy sima gyalogos híd, de azért nem semmi ez a régi kőből épült híd. Ezt még a vasbeton korszak előtt építették. Az is látszik rajta. És nem semmi. És hát innen majd gyakorlatilag majdnem csömörön vagyunk. És hát csömörén vagyunk, de mindjárt az állomáson. Na, itt van egy második gyalogos híd. Csömörnél, ez már két lukó, és ugyanúgy ott van a felső vezetéknek a hűthelye. Ott van a tartó, ott a porcelán szigetelő. És itt előtti meg már csömörd ajánlati jelzője van, úgyhogy mi mindjárt oda is érünk. Ez már igen, az már ott csömörnek a bejárati jelzője. Mindjárt végig is érünk. Ami még érdekesség ezen a vonalon, hogy úgy tüntették el a felső vezetéket, hogy az oszlopokat is eltüntették. Amit nem egy általános dolog, és máshol nem is csinálják. Itt ennyi maradt, itt ezt egy oszlopot hagyták meg. De ez is egy felső vezeték tartó oszlop volt, és onnastól meg már
megvan a felső vezeték, mert itt vagyunk már a csövörbejáratnál. Arról jöttünk, és most mindjárt besétálunk csövörbe. És akkor megérkeztünk Csömörre, előttünk az állomás, itt vannak a váltók, itt már van vezeték, hát ablak az nincsen. És akkor itt vagyunk Csömör állomáson, pont időben ideértünk, megérkezett a vonatka, egy ilyen 5-6 perc múlva megy vissza, addig simán, 7 perc, akkor simán azt még simán elérjük. Itt van egy csonkavágány is, egy három vágányos állomás a csömeri. És mindjárt oda is értünk. Úgyhogy indulást, és akkor ezzel a vonattal vissza is megyünk az Örösre. Ez egy ilyen kis rögtönzött kis, szintén egy kis rögtönzött spontán videó, amikor kitaláltuk, hogy ha úgyis az Osonban vagyunk, akkor miért ne sétáljuk rá ezt a rövid szakaszt. Úgyhogy ez egy ilyen rögtönző spontán videó, nem készültünk rá. Az eredményt majd látjátok, hogy egyszer felrakom. Úgyhogy sziasztok!